munkában fogunk dolgozni. Minden felelős tudja a dolgát, így van. Csoportszabályokat átgondolod, jó, hogy mik is azok a bizonyos csoportszabályok, amikre oda fogok figyelni a csoportmunka során. Minden anyagfelelős kikészítette, ott vannak a feladatok az asztalon, és szeretném elmondani, 3 feladatod lesz csoportmunkában. A legelső feladatok az lesz, látsz egy puzzle-t, egy állatot fogsz rajta látni, azt légy szíves arra a fehér lapra ragaszt fel, de tudod, Siri csendben, jó, mindenki dolgozik, együtt dolgozunk. A kék nem mondtam még, stop, mondtam, hogy így valamit, azt nem mondtam. Következő feladat, csíkos lapot látsz az asztalodon, az írnok feladata, ír a többiekkel együtt közösen, mit fog csinálni? Összegyűjti a jellemzőit az állatnak, minimum 5 jellemzőt kérek, szépen gyögy betűkkel egymás alá, jó? És hogyha valami csoport nagyon hamar készen van, mert nagyon ügyes volt, kap egy időkitöltő feladatot, mégpedig a lapra, csomagolópapírra, itt lesz egy kis hely, jó? A kicsinyét, az állat kicsinyét fogjátok, jó? Közösen berajzolni. Emlékeztetők látsz itt a táblán, hogy mi a feladat menete, jó? Ha ne talált el, felejtenétek, de természetesen Siri csendben jelentkezéssel, fülembe súgva volt feltenni a kérdésedet, úgyhogy a másik csoport ne hallja. Jó munkát kívánok, lehet kezdeni. Ügyesen vártam. Ott van az a szép fehér lap. Mehet, gyorsan felhajtott ott a lap. Kicsikét, gyorsan, ügyesen, de hajrá. Előbb ugye összerakod, és utána ragasztod. Hosszú előbb összerakom, rak össze, utána ragasztod föl. Jó. És előbb rakd össze. Jó, pontosan rá fog térni arra az A4-es lapra. Ez is. Jó, és még van. Könnyű, csak négy felé vágtad. Ugye csak ki van rakva? Tudjátok, amely ne szép kirakjátok. Jó, és pontosan rakd, tudod, hogy mit van, hogy erre a fehér lapra rakja. És meg, ha hiszem, milyen ügyes vagy. Ne lúgjon majd, mire ügyelünk a pontos ragasztásra. A pontos ragasztásra ügyelünk, jó? Oké? A pontos ragasztásra. Hány tizen milyen ügyesek vagyok? Hány tizen pontosan? Úgy bízom. Na, szuper kincső, gratulálok, megegyeztetek. Ügyesen dolgoztatok. Ahogy csinálunk, hogy egyet, másikot. Nem, azért jó, nem ezen dolgok lehet. Nem mit szóltok hozzá? De készült életünk, yes. Jó? Emlékszel, hogy ragasztunk? Elég a széleket, tudod? Jó, hajrá! Mehet, mindenkinek van kezében ragasztó. Ügyesen. Ó, de szépen dolgoztok. Így bizony, le fog lógni. Jaj, nem fog lelógni? Jó, oké. Nézd csak, ez nagyon pontosan ragasztunk. Ez így nem lesz jó, bocsánat, hogy belegolod. Nem lesz jó, figyelj csak, pontosan ragaszt el, mert méretileg ugyanaz. Jó? Ügyesen. Hajrá. Jó, figyelj, de rá, hogyha közben hagyd beszéljek, vagy mondjam magamét. Mutatom, hogy kell elhelyezni majd. Jó? Anyagfelelős, oda koncentrál. Hogy mit is csinálj, jó? Közben jövök interjúból, vigyel veleteket! Ügyesen vár! Aki készen van, már rá is ragasztja a csomagoló papírra! Ügyesen! Na mi a probléma vagyok szerintetek? Pontosan ment a ragasztás? Jó! Már lehet is fel, ragasztni föl, és kezdjük. Így? Jó? Jó, nyugodtan bátran! Jó, tempó, ügyesen. Jó, rendben van. Köszönöm, hogy segítesz a másikon. Gratulálok, hogy ilyen kis segítős csoporttal vagy. Jó, ügyesen. Örüljön, ügyesen. Szépen. Szépen. Jó, ügyesen. Hagyjál, ügyesen, drágáim. Hagyjál, Robika. Egy ilyen, aki szerel.
nekem is így fog világni. Jó? Akkor van egy is. Akkor mondom, ha készen vagy, már is felragasztod. Egy percünk van még. Időfelelős, ha látok, kucskál az órára. Egy perc, jó? Egy perc van még a ragasztásra, és folytatjuk. Szép a kucskája. Már is ragasztom föl, itt. És jöhet a nyitásában, jó? Egy ember, figyelj csak, egy ember elég, ha felragasztja, és már is az írtó kezdi a gyűjtést, a többiek pedig gyorsan besegítenek. Mi az írnok? Jó, én pedig akkor már az írnok kezdi a munkát. Jó, lelógunk, nem baj, semmi baj. Semmi baj. Ó, de gyönyörű. Így bizony. Na, látod, hogy csak összejön. Ügyesek vagytok. Ugye? Na, figyelj csak, és akkor legyen már így felragasztva, és akkor ide fog férni, amit írtok. Jó, egy ember, te pedig már, ti pedig a... Jó, egyezzetek meg, és akkor ti pedig már is gyűjtetek, Dézike felállhatsz oda mögé, és lehet a jellemzőket, jó? Gyorsan segítsünk, ügyesen! Jó, Szandikát, már is jöhetsz ide. Nézzétek csak, milyen ügyes kis csipet csapat? Jaj, de szépen dolgoznak! Kicsőjék is! Így bizony! Jó, emlékeztető itt van, a interaktív tárgyának emlékeztető. Ügyes kis csoportban, és nagyon szép csendesen dolgozik. Nagyszerű, nagyszerű. Jó, segítő szavak itt lesznek a falon, lehet kukucsálni. Másik csoport ne hallja, majd meglepetés lesz. Jó, ha sikerül, Jocika, jöhettek ide Zsoltika mögé. Ragasztót visszateszed, tudod, visszatekered, ne száradjon be. Úgy bizony. És már is jöhettek ide Zsoltika mögé. Kész vagy, ügyesen. Beragasztottad, már is mész és segítesz a csapattársaidat. Jó, mondom, a időfelelős kukucskár, ha az egyesre ér a nagy mutató. De mit mondtál? Újsorban, nyugodtan ér a mutató. Jó, időfelelős, jó, a nagy mutató, ha az egyesre ér, addigra kell elkészülni. Jó? Nem, még ha 11-esen. 11-esen van még. Besegítek egy kicsit. Ha rendes egyesre ér. Ha rendes egyes, így van. Ha rendes egyes. Akkor micsoda, ha nem erős? Akkor? Madár, nagyon jó. Csak a jó, mehet már is oda. Megvan a fötyük? Jó lett volna. Kilógott? Hú, de baj ez. Szerintem legjobb. Ezért nem fogok haragudni. De gyönyörűen kimaradok ez a lényeg. De gyere Kármika, ide a csajokhoz. Gyere, segíts nekik gyűjteni, mert te nagyon jól tudod ezeket a jellemzőket. Eleve szülő, nagyon jó. Ide kérek majd két pontot, kibetű. Gyönyörű szépen ér Kárpetra. Zsoltika is gyönyörű szépen ér. Jövök? Így van! Nagyon jó, de ha... A barányik a dolgolítja, hogy így a hosszú a testét, akkor hova így van, nagyon jó, mert nem fogom írni, hogy madár. Azt fogom írni, hogy Thank you.
Jól, semmi, de sem. A gyűrűt, a göb és egy y-t. Lehet felhasználni a készen, hogy a tépjevet? Akkor ti pedig már az időkitöltő feladatot csináljátok, és lehet kezdeni a kicsit lerajzolni. És az első részében az óráknak, ahogy szoktunk, csoportmunkába dolgozunk, utána egyéni feladatok lesznek, és van egy tételmondatunk. Kinga, felolvasod? Nincs olyan talaj, amelyből szentek felsajtatnak. John Steinbeck írta ezt a mondatot, ő egy amerikai drámaíró, de nekünk nem ez a lényeg, hanem ebből a mondatból mire gondoltok, kikről fogunk ma beszélgetni, miről lesz ma szó? A szentekről. Szentekről, az Árpád-házi szentekről fogunk beszélni, és mit jelenthet ez a mondat, kinek mi a véleménye? Beszéljétek meg előtte a csoportba, és a szószólók, a szóvivők, azok elmondhatják nekem, mert gondolom már mindenkinek megvan a feladata. Beszéljétek meg, hogy szerintetek mit jelent. De ki az, aki vállalja, és elmondja, hogy mit jelent, anélkül, hogy megbeszélnétek, hogy kinek mi a véleménye? Beszéljétek meg a csoportba, szerintetek mit jelent. Kíváncsi vagyok, hogy milyen véleménye születnek. Zsoltika? Minden helyen lehetnek szentek. Itt is lehetnek szentek? Nem látom a glóriákat a fejeken, majd még kifűtjük. Nektek mi a véleményetek? Van-e más gondolat? Nincs, mindenki erre gondolt, hogy minden helyen lehetnek szentek, akár itt az osztályban is ülhetnek olyan emberek, akik szentek lesznek majd, mert még most nincsenek szentélyavatva, és hogy ez hogy történik, vagy hogy válik valaki szenté, erről már tanultunk is részben, és a mai óra feladataiban is fog egy-két dolog szerepelni. Azt kérem mindenkitől, hogy csoportba dolgozzunk először, ahogy szoktunk, ott vannak az asztalon a csoportfeladatok, mire jutottatok az összegzést, azt írjátok fel egy papírra, és azokat ki fogjuk tenni, meg fogjuk beszélni. A csoport a csoportokban azok, akik a szóvivők, a beszámolók, azok el fogják mondani, hogy mire jutott a csoport a feladat megoldás közben. Le van írva minden pontosan, a kis tanárok legyenek szívesek, majd irányítsák a feladatot, és miután elolvastátok, hogy melyik csoportban milyen munka van, akik azért felelősek, hogy az eszközöket szerezzék be, azok fáradjanak ki, és vigyék el, amire szükségünk van. De Zsoltik, vagy Kicsike, el se tudod, mi kell?
Olvassátok el először a feladatot. Biztos, hogy kell papír, mert arra kell írni, igen. De nem hagyják, tehát is szerintem. Jó, erősítse meg a kis tanár, hogy... Erősítse meg, hogy milyen feladat. Meg hagyjátok körbe, ha nem hallottátok, mert tudom, hogy nagyon messze vagyok egymástól, de nem tudjuk el megkérdezni. Jó, van-e valami esetleg, ami nincs? Főleg a tankönyvből dolgoztok, kivétel az első csoport. Én nem a tankönyvből dolgoztok, hanem a hozott tudásokból részben. Van a tankönyvben is megadva feladat, de... Jó, először olvasunk, mindenki olvas először. Gyerekek, mielőtt nekiesnétek, azért mindenki olvassa el azt a részt, amit oda tartozik. Nálatok van kivétel, mert nektek már tudnotok kell azokat a dolgokat, ami a feladat. Jó? Tehát nektek már van tudásotok, nektek ezt össze kellene foglalni, hogy mi az, amit már tudtok erről a témáról. Sok mindent tudtok, nagyon sok mindent. Jó, mindenki magának olvassa el először, azt javaslom, mert hangosan nem fogjátok hallani. És utána kezd el a munkát. Könyv. Nem halljátok egymás szalát, meg is olyan.